Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem. Ebben a videóban pedig az Ez történt egy éjszaka című filmnek a Blu-ray kiadását fogom bemutatni. Hát igen, én ezt a filmet is megvettem, már 2000 forintért osztogatták, úgyhogy miért ne. És ez igazából egy 1934-es film. Én régebben sok ilyen régi filmet néztem, ilyen 20-as, 30-as, 40-es évekbeli filmet, és ezt is láttam akkor, és emlékeztem, hogy tetszett, úgyhogy ha már ilyen olcsó volt, akkor meg is vettem. Ráadásul még ez a film benne van az 1001 film, amit látnod kell, című könyvbe is. És ez volt az első film, ami elnyerte az öt legfontosabb Oscar díjat is, ugye 1934-ben köztük a legjobb film díját. És még azon kívül a legjobb film, ugye a legjobb férfi főszereplő, legjobb női főszereplő, legjobb rendezés és legjobb adaptált forgatókönyv. Igaz, itt még nem olyan régóta volt Oscar díj, de ez volt az első film. Utána még, ha jól tudom, a Száll a kakukk fészkére is elnyerte az öt legfontosabb díjat meg. Hát nem tudom, még van egy pár film, nem olyan sok. Na, és igazából ez a film ugye, mivel nagyon régi, itt nem arra kell számítani a Blu-ray kapcsán, hogy tűéles képet kapunk, mint egy mai filmmel például, hanem hogy tiszta a kép, tehát nincsenek benne ilyen képhibák, ilyenekre gondolok, ugye a film is fekete-fehér, és ugye rá is van írva, hogy az eredeti 4K forrásból páratlan képkibővített színskála. Tényleg egy mai filmhez képest nyilván nem tudják olyan szépen felújítani, hanem az esetleges képi hibákat. Ugye már nagyon régi az eredeti tekercs is, és hát nyilván már nem a legjobb minőségben van. De ahhoz képest tényleg szépen felújították a hangja is. Ugye magyar szinkront ez nem tartalmaz, hanem angol DTS HD Master Audio 1.0, és sima 1.0 is van. Igazából itt is az a lényeg, hogy tisztán szól, tehát nincsenek benne ilyen hanghibák. Itt a rövid történetleírás is, hát igazából arról szól, hogy ez a nő megszökik egy gazdag családból, mert nem engedik, hogy hozzá menjen ahhoz a fiúhoz, aki ezt szeretne. Tehát megszökik, és aztán összetalálkozik egy újságíróval, akikkel nehezen indul a kapcsolatuk, de aztán végül is egymásra kényszerülnek, hogy együtt utazzanak tovább, és az ő kapcsolatukról szól. Igazából én ilyen romantikus vígjáték kategóriába sorolnám ezt a filmet, szórakoztató is. Úgyhogy tényleg érződik az a tipikus 30-as évek ebből a filmből. Igen, itt írja is, hogy klasszikus romantikus vígjáték. És itt írja is, hogy ez volt az első film, ami elnyerte mind az öt jelentős Oscar díjat. Néhány extrát is tartalmaz eredeti nyelven. Audio kommentár Frank Capra Jr. közreműködésével, azt gondolom a rendezőnek a fia lehet. Van még szintén vele egy visszaemlékezés, korabeli rádióbeszélgetések, korabeli reklámok és egy eredeti előzetes. Na, mit nem mutattam még? Igen, a játékidőt. Az pedig, ha fókuszál, akkor látjuk is, 105 perc. Képarány pedig 4:3-as.
Bontonfilm adta ki, nem is tudom ez mikor, ez nem mostani kiadás. Itt is van 2017-es kiadás, de majd mindjárt megnézzük, hogy a lemez mikori, és kapott egy 12-es korhatár besorolást, amit nagyon nem is értek, mert nekem megvan ugye az Elfújta a szél, az is egy 30-as évekbeli film, az meg korhatár nélkülit kapott, tehát itt egy zöld karika van, ez pedig 12-est, hát mindegy, ők tudják. Igazából már más érdekes nagyon nincs, és így néz ki a hátulja teljes egészébe. Így ugye az eleje, és a gerincén pedig a címfelírás, Blu-ray logó, stb. Egyébként a menüje is nagyon szép a filmnek, legalábbis mindössze egy álló képből áll, de a minőségére gondolok itt. Belül ugye kapunk egy belső képet, lemeznyomat is egész jó lett. Ugye az angol cím található rajta. És itt pedig a belső kép a két főszereplővel, és mindjárt megnézem, hogy mikori maga a lemez. Igen, a lemez pedig, mindjárt megmutatom. Itt írja 2016-os. Na hát, ennyit szerettem volna igazából. Aki szereti az ilyen régi klasszikus filmeket, annak ajánlom. Igazából ez még azokon belül is egy kiemelkedő darab. Úgyhogy, hát ennyit szerettem volna, akkor köszönöm a figyelmet, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!